Hagyományosan egy 50-es évekbeli Hoffer traktor indításával nyílt meg a 22. Egri Bikavér ünnep az Érsekkertben. Ezúttal 28 borászat és 12 étterem vonultatja fel a legjobb borait és étel különlegességeit, melyikből kóstolót is kaphatnak a látogatók. Már az ünnep első napján koncertek és veteránjármű kiállítás várta az érdeklődőket. A Bikavér ünnepre egyre többen jönnek külföldről is. Tero Hakulinen Finnországból érkezett. Második alkalommal veszünk részt ezen a fesztiválon, egyenesen idejöttünk, ugyanis az interneten láttuk ezt a Weekendet, szerettünk volna újra eljönni, imádjuk ezt a légkört, különösen Egert és a bort. A megnyitón dr. Ternyák Csaba egri érsek arról a folyamatról beszélt, amelyben a szőlőből bor lesz. Hogy Krisztus vére az, amelyit magunkhoz veszünk, és ez a vér átalakít, átformál bennünket, ahogy mi átváltoztatjuk a bort vérré, ez a vér bennünket jobb emberekké tesz. Habis László polgármester az egri szőlészek és borászok munkáját méltatta. Minden nap tenni kell valamit annak érdekében, hogy az egri borkultúra hagyományait, értékeit megőrizzük, megtartsuk, és a jövőnek átadjuk. Úgy az egri önkormányzat munkájában is fontos szerepe van a szőlészetnek, a borászatnak, a borgasztronómiának. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője a Bikavér ünnepen tette meg a térség összes borászát érintő kezdeményezését. Én azt kezdeményezem, hogy készítsük el az egri borvidék önálló boros üvegét, lehető legrövidebb időn belül, és ennek a részleteit, hogy tegyenek erre javaslatot igazából az egri szőlészek és a borászok. Hogy nézzen ki ez az üveg? Mit öntsünk bele, és mikor prezentáljuk ezt országnak és világnak? 2017-ben az egri Bikavért választották a főváros borának. Ennek apropóján Eger testvérvárosa Budapest főpolgármestere is ellátogatott a rendezvényre. Talos István köszöntőjében kiemelte, a most kezdődő fejlesztések célja a környék további turisztikai erősítése. A bor és gasztronómiai fesztivál szervezője ugyanakkor arról beszélt, ezúttal is változatos zenei kínálat várja az Egerbe látogatókat. Bízom benne, hogy az előző 2-3 évben tapasztalt 48-50 ezer ember fog megint érkezni. Én úgy látom, hogy egyre inkább a családoknak az ünnepe, túl azon, hogy az egriek ünnepe, egyre jobban a agglomeráció, a régióból érkező vendégek töltik itt nálunk az idejüket, de az idén nagyon komoly külföldi aktivitást tapasztalunk. Csütörtökön átadták a 2017. év egri szőlészének, borászának és gasztronómusának járó elismeréseket is. Az év szőlőtermelője ezúttal Tóth Ferenc, az év borásza Tócsek Orsolya és Tarnóci Zoltán, míg az év borgasztronómusa Barabás Zoltán lett.